Nem csak az örömöt mutattuk meg, megrendítő mélységeket is megélhettünk beszélgető társaink őszintessége révén, amelyért szintén nagyon hálásak vagyunk. Egyik legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor a gyergyódítrói Kovács Szabolcs diakonussá szentelésén annak szüleivel beszélgethettünk. Hogy én az emberekért vagyok. Én az Istené vagyok, de az emberekért vagyok. És én valahogy így képzelem el ezt, hogy nem kell különösebb nagyobb teóriákat ebből kihozni, meg túlmagyarázni. Egyszerűen ez egy, hogy mondják német, hogy egy stichwort, hogy emberekért. Ennyi. Kezdődik a szent mise. Menjünk. Köszönöm szépen. Menjünk, nézzük meg, hogy kik jönnek, szülők is itt lesznek. Igen. Ez gondolom külön izgalommal tölt el. Igen, meg ugye hát szüleimet is. Igen, nekik az első látogatásuk Rómából. Szabolcsot diakonussá szentelték, itt Rómában, itt tanul, és ő az Úrnak szentelte oda az életét. Mit szólnak ehhez a szülők, mit szólnak ehhez a keresztszülők? Hát ez kemény kérdés. Nem is tudom, hogy fogok ötleni válaszolni, de inkább a tarségra vagyok. Hát sok kegyelmet kívánunk. A gyermekünknek ugyanakkor meg vagyunk hatódva. Az Úr kiválasztotta. Az, hogy itt szentelték, annak is örülünk. Annak is, hogy eljutott idáig. Áldott legyen az Úr neve. Benne mindenkié, aki közrejárt ahhoz, hogy ő ide eljuthasson. És minden nap áldom az Istent, hogy olyan gyermeket adott, aki ideig elért. Aki elért idáig. Ugye az első pillanatban, amikor ő ezt így jelezte a szülők felé, hogy a papi hivatás érdekli, foglalkoztatja, nem volt önökben egy kérdője, hogy fiam, de biztos, hogy ezzel kéne, annyi jó szakma van a világon, miért pont ezzel a hivatással? De igen, nagyon sokat kínlottuk mi ezzel a problémával, sokáig nem is támogattuk őszintén. Sokáig nem támogattuk, sok időn keresztül nem támogattuk, nem tudtuk elfogadni, hogy egyedül gyermekünk ezt a hivatást válaszza. Utána rájöttünk, hogy anno mi kértük ezt a Jóistentől, és megadta. Csak nehéz elviselni, hogy egyedül gyermek. 14 éves korában elment otthonról, azóta tanul. A másik még én lelkiismeret furdalással is küzdködöm, mert hogy én minden lehetőséget megragadtam azért, hogy közelebb tartsam, és talán még a hivatása ellen is. Mindig mondtam, hogy jól meggondoltad, mert azzal a tudattal, hogy hát, hogyha hazajön, tehát közelebb jön az otthonhoz. Így még tovább jött, de áldott legyen az Úr neve. Úgy is sírtam, hogy nehogy elkésünk. Nem, nem sírunk, sosem sírunk. Dehogy sírunk.